A véleményről azt tartja egy régi mondás, hogy olyan, mint a segjük, mindenkinek van, de senkit nem érdekel a másé. Na ezt hívják úgy, hogy nettó fasság. Az emberek ugyanis nagyon kíváncsiak a véleményekre. Úgyhogy kezdjük is a véleményről szóló adást azzal, hogy jól elmondom a véleményemet, abból még úgy sincs elő a YouTube-on. Ugyanis a kritikák, a publicisztikák, sőt, gyakran a reklámok is alapvetően egy véleményen alapszanak. Szóval nekem a kópuszos Flip Jobs a kedvencem, de van itt vagy 15, 21-én 41%-os akciót indítok a MyProtein oldalára, mindent, a ruházatot, mindent meg fogtok tudni vásárolni 41%-kal. Remélem legalább fizetett ezért az a kókuszos Rainbow Raindrops, mit tudom én, micsoda. De ha nem, ez akkor is nagyon jól példázza az egész influencer jelenséget. Ma a véleményközlő műfajokról lesz szó. Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Monoszkóp. Ez így jó, nem? Már hogy túlspiláztuk? Influencer lehet bárki, nem csupán természetes személy, de bármilyen alak, állat vagy akár kitalált figura, aki a közösségi média platformokon kialakított nagyszámú követettségét felhasználva reklámértékű, befolyásoló valamely termék vásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére ösztönző tartalmakat oszt meg. Na, ez volt annyira száraz, hogy ezután jár a lajhár. Azért így mindjárt más. Ez a szép révai lexikon szagú definíció egyébként a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapjáról származik, hiszen valószínűleg őket is érdekelte a dolog, hogy tulajdonképpen egy teljesen új szektor jelent meg a hirdetőpiacon. Az influencerek ugyanis gyakran úgy ösztönöznek vagy befolyásolnak a vásárlásban, hogy saját véleményüknek álcázzák a reklámtevékenységüket. Persze az is lehet, hogy tényleg őszintén ez a véleménye, de ki tudja ezt megítélni, ha egyszer pénzt kap cserébe? Hasonló probléma áll fent a politika terén is, amikor valaki azt mondja, hogy én egy jobboldali ember vagyok, én 2022-ben Orbán Viktorra fogok szavazni. Én elismerem, hogy jobboldali ember vagyok, nem hazudom azt magamról, mint te, hogy független objektív vagyok. Na, akkor ugyanez a probléma vetül föl. Én egyébként el tudom képzelni, hogy neki tényleg őszintén az a véleménye, hogy Orbán Viktor fingja a konzervativizmust, ezért egy jobboldali ember, csak ő hozzá viszonyítva lehet jobboldali. Ez lehet egy vélemény. De hogyha az az illető ugyanakkor a segge alától egy tévét, akkor így... Safraleg? Igen, uram? Maga nem szeret engem. Valami azt súgja. Én szeretem önt, Mr. Teufel. Helyes. A beosztott szeresse főnökét. Ez cégünk egyik alapelve. A lényeg, hogy a vélemény jobb esetben egy több különböző tényből összeálló konklúzió. Ha véleményeket nézünk a médiában, legyen az közéleti, vagy bármilyen kritika, vagy publicisztika, akkor könnyű átvenni a hallottakat, ahelyett, hogy saját álláspontot alakítanánk ki. Folyamatosan figyelnünk kell ezért magunkat, hogy a médiában hemzsegő véleményeket úgy kezeljük, mint kiindulási alapot, nem pedig, mint másolandó igazságot. Akár szemceluzát készülünk venni, akár szavazni indulunk. Ezt a munkát pedig mind a politikusok, mind a cégek szívesen elvégzik helyettünk, de hogyha valamiben, akkor ők pont nem abban érdekeltek, hogy árnyalt, önálló, saját véleményt alakítsunk ki. Nektek önállóan kell gondolkoznotok! Ti mind egyéniségek vagytok! Igen! Mi mind egyéniségek vagyunk! Ti mind különbözőek vagytok! Igen! Mi mind különbözőek vagyunk! Én nem.
De nézzük meg két ellenpéldát. Ugyanis mai vendégeim arról híresek, hogy nem rejtik véka alá a saját véleményüket, és nem tartanak attól, hogy megosztóvá válnak. Nagy Ádám először hobbiként kezdett videózni a 6 lépés nevű YouTube csatornán 2014-ben. Barátaival együtt készítettek videókat, amiben rengeteg stílus és műfaj megjelent. Voltak interjúk, véleménykifejtő videók, de a legnézettebb adások azok voltak, amiben az utca emberét kérdezgették. Emellett 2020-ban indította el a Fókusz csoport nevű csatornáját, amiben már csak ő szerepelt. Illetve Teki, a háttérben néha felbukkanó rejtélyes társbérlő. Egyébként a BM-n szerzett diplomát, civilben pedig operatőrként és vágóként dolgozik. Én ezt muszáj megkérdeznem, mert emellett nem tudok elmenni, hogy azért a díszletet nem spiláztad túl, szóval hogy a ház nem. Egyik része, meg a másik. Ide, mert két irányba jön a természetes fény. Aha. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy ez így jó lesz, és nem spiláztam túl, mert nem ez a lényeg. Aha. Bár én szívesen tök jó lenne egy stúdió, de közben nyilván megvan ennek is a feelingje, hogy ilyen közvetlen. Egy de figyelj, ez egy választás, hogy lehetett volna itt is egy falfelületet találni, amire berendezel 5 dolgot, és akkor minimál stúdió, de mégis inkább az volt a döntés, hogy nekem, egy nagy teret lássam. Nekem mindig szimpi volt az, hogy van egy, hogy nem ilyen szigorú, hogy megy a műsor, és akkor itt a műsor helyen, mert közben akár megy az élet a háttérbe. Nekem az valahogy egy ilyen közvetlenebb hangulatot ad. Én úgyhogy ezzel magyarázom az igénytelenségem. Nekem nagy kedvencem több külföldi ilyen kritikával foglalkozó csatorna, és azon gondolkoztam, hogy filmről rengeteg van, zenéről rengeteg van, akkor miért ne lehetne az internetes videókról? Mert az is már legalább annyira a kultúra része. És akartam valami olyat is kipróbálni, amit tudok egyedül is csinálni. És akkor ezzel kezdődött, de így önmagában ez azért sokat változott. Mert önmagában nem mindig érdekes, de úgy, ha már az kifut egy nagyobb témára, úgy érdekesebb tud lenni. Akkor tulajdonképpen összegyűjtesz egy kupac videót, ami valahogyan formában kapcsolódik egy témához. Vagy ja. Hát vagy a videóról jut eszembe. Minden videó egy kicsit más, hogy jön. Úgyhogy így nem is nagyon látok előre nagyon egy hétnél. Néha vannak hosszú távú terveim, de így egy csomószor is spontán. Csomószor vannak trendek, amiről lehet valamit mondani, van, amiről meg nem tudok, akkor azt kihagyom. Azt hamar megtanultam, hogy így hogy nincsen, hogy ja, most ez tökéletes videó lesz, és akkor szöszölök rajta még hetekig, hanem sokkal többet tanul az ember, ha ezt megcsinálja, és akkor lép a következő, és leszűri az előzőben a tanulságot, mint az, hogy örökre várja, hogy majd na, ez biztos jó lesz, úgyhogy ezt is el akartam sajátítani, hogy nem az, én nagyon-nagyon ilyen maximalista meg tudok lenni, például a 6 lépés vágásnál, meg szerkesztéseknél, és akartam egy olyat, amit egy kicsit gyorsabban lehet, és nem az, hogy már megunom a videót, mire kimegy. Érdekes, hogy mondod ezt a maximalizmus, mert pedig pont úgy tűnt nekem, hogy egy ilyen zenből, egy ilyen let it go megtörténik, és kialakul, és úgy is kiforja magát. Igen, ezt itt tanultam meg ezen a csatornán. Ez tök érdekesen hangzik, hogy ez ilyen, hogy hogyan tud személyiségfejlesztő lenni az, hogyha az ember tényleg össze van zárva egy kamerával, és nem sok eszköze van a saját arcán kívül. Igen, de amúgy ez kicsit már telítődtem én is ezzel. Nyilván erre rátett az is, hogy jött a vírus, de már én is kívánom, hogy másokkal forgassak. Úgyhogy nem gondolom, hogy 2 év múlva ugyanígy fog kinézni a csatorna. Én ezt folyamatosan keresem az új inspirációt, és hogyha valamit már így hogy mondjam, könnyen jön, akkor az nem túl inspiráló egy időt, nem? Fiala János a 80-as években kezdett a Magyar Rádióban. A rendszerváltás után a Kalipszó Rádiónál az egyik első magyar kereskedelmi rádiónál dolgozott. Emellett vezetett műsort a NapTV-ben, az M1-en, az EkoTV-n és az ATV-n is. Legrégebbi és egyben legjobban bevált formátuma a Kejfej Jancsi című reggeli rádióműsor, ami a mai napig hallható. Ugye volt a rádió, amit a tévések valami kibaszott módon lenéztek. Tehát, ha te ott dolgoztál, és tökéletes önismereted volt, pedig nem volt, mert fiatal voltál, kezdő voltál, fogalmad nem volt, hogy mit akarsz a világtól, de tételezzük fel, volt egy jobb napod, akkor is egyfolytában azt érzékeltették veled, hogy te egy senki vagy a tévésekhez képest, és ebben nem az volt benne, hogy a tévések mennyivel többet tudnak, hanem hogy a tévéseket számon tartják, a tévéseknek több a nőjük, a tévések reflektorfényben élnek, és nem mellesnek sokkal több pénzt keresnek.
Pedig a legtöbb tévés az a rádióból került be, nem? Akkoriban. Nem feltétlenül, volt, aki egyből tévés lett. Mondta egyszer egy interjúban, 97-ben, amikor indultak a kereskedelmi televíziók, akkor azért nagyon érdekelt és nagyon szeretett volna annak a részévé válni. Ez az élmény is benne volt ebben a kíváncsiságban? Ez ugyanígy működött akkor, a 90-es évek második felében, az volt a rádióban, a magyar rádióban a közhangulat, hogy akit nem visz el a kereskedelmi tévézés, az a selejt. Én jelenleg is egy helyét kereső zsidó származású pali vagyok, aki soha nem fogja megtalálni a helyét. A legtöbb, amit ezügyben nekem a világ segített, az a munkám volt. Ezt mondta is egyszer interjúban, egyik interjúban, hogy azért mégis egy keresés volt alapvetően az ön pályája. Az egész életem az. Az egész élete, igen. És ezért furcsa nekem, ezért gondolkodtam el, hogy miért van az, hogy a folyamatos keresésben a forma az gyakorlatilag nem sokat változott. Szinte mindig ugyanazon a módszerrel keresett és dolgozott. Ez egy alapvetően jó felvetés. Végül is az a forma, ami, ha tetszik, rám éget, bár te nem ezt mondtad, de ha akarod, akkor magázódhatunk. Az az én védekezésem volt. Egyfelől, másfelől pedig az, hogy ez volt a trademarkom. És nem nagyon gondolkodtam azon, hogy lehetne-e más. De lehet, hogy ez szintisztán nettó gyávaság. Úgy érzem, hogy egy idő után már az, hogy folyamatosan csak a, hogy te egy nagy művészként valami óriási művészi dolgot akarsz csinálni, az nem működik. A profizmussal jár az, hogy megcsinad azt, ami az nincs kedved, és úgy is, ahogy, hát nem tudom, még ez nem ford ki ez a gondolat, csak vannak ilyen gondolataim, hogy ez a régen az idealista, ami bennem volt, hogy a videózás, mindig valami óriásit kell csinálni, és valami nagy kitárulkozás kell, azt azért az nem elég. Most ez a dilemma, amit mondasz, egy kicsit külső szemmel úgy hangzik, mint hogyha most még így rezegne a léc, de ez vagy egy ilyen érett alkotói útra viszel, vagy a kiégés felé, de hogy egyelőre még mind a kettő benne van. Igen, ez benne van. De attól még én nyilván még én inkább azt keresem, hogy mi, ami érdekel, meg inspirál, csak közben nem lehet folyamatosan csapongani. Érdekes ez szerintem, hogy főleg egy ilyen karanténhelyzet után, amikor az ember így, most akkor tulajdonképpen mi érdekli az embereket? Helyzetben van, mi a francot emeljünk be, mert nagyon torz tud lenni szerintem az a kép, ami az interneten érdekli az embereket, ahhoz képest, ami valójában érdekli az embereket. És nem tudom, hogy ezzel függ össze az, hogy elkezdtél a Twitch-en is videókat csinálni, mert ott ugye egy fokkal direktebb talán a kommunikáció, meg ott talán nagyobb közösségi élmény ereje az egész történetnek. És azt láttam, hogy tulajdonképpen mostában az történik, hogy amit ott csinálsz élőadást, annak egy ilyen vágott best-of-ja kerül fel a YouTube-ra. Ez a működési módszer, ez hogy alakult ki? Nem is tudom, hogy miért nem jutott eszembe hamarabb, mert én itt felveszem a videókat, és Twitch-en azért működik egy hosszabb adás, mert ott azért egy élőadásnál hozzá vannak a szokva, hogy nem olyan pörgős, mint egy vágott videó. Twitch az egy sokkal ilyen, hát nem tudom, ilyen családiasabb közösség, akár az alkotók között is kialakul, de a nézőket is jobban ismerem ott. És azt abból megcsinom a részt, amik ugyanolyanok, mint a felvettem volna, csak lehet, hogy közben kivágom azokat a részeket, amit interakció van a nézőkkel. Ez érdekes, hogy azért az egy nagyon-nagyon megvágott videók, szóval, hogy ez a tipikus mondatonként a lélegzetvételek két frame-re ki vannak vágva, igen. Ami egyébként egy tök fontos formanyelvi elem, most, hogyha lehet ilyen szavakat mondani egy olyan hát dolgokra, ami véletlenül kialakultak. Valaki nem szereti, úgy kapom néha az ívet emiatt, mint hogyha ezt én találtam volna fel, pedig Szirmai ezzel jött be, a Szirmai a Philip de Franco-tól ezt vett át, aki meg már több mint 10 éve nyomja, szóval ezt a formanyelvet, a jump cut-ot, azt eléggé az internet azt hittem, hogy normalizálta, de nem úgy tűnik, nem mindenkinek tetszik, de nyilván, aki a tévéhez van szokva, és ott van egy csomó kamera, az más. Én egy olyan rádióban nevelkedtem, amely el volt zárva a közvetlen visszajelzéstől. Én a 80-as évek közepén kerültem a Magyar Rádióba, ott akkor olyan nem volt, hogy valaki betelefonálhatott volna. Rögzített műsorok voltak,
a nem rögzített műsorokba pedig nem lehetett betelefonálni. Az, hogy 1989-ben a Bétót kitalálta a Kalipszó rádiót, ami olyan forradalmi volt, hogy a fal adja a másikat. Hol volt akkor Sebestyén Balázs? Hol volt akkor a Jáksó? Nem voltak sehol. Én se arra születtem, de ott az ember egyszerűen egy lovat adtak alá, és abból adódóan, hogy ilyen még nem volt az ember, egyik pillanatról a másikra, vagy a másodikról a negyedikre beleszeretett. Olyan módon jött be a világ, amilyen módon azt megelőzően sohasem, és ahogy azt követően is nem nagyon tudnám, hogy mi lenne még olyan, ami által így be tudnának jönni külső hatások. Az érdekes, vagy az tűnik analógiának, hogy rengeteg online élőadást csinálnak fiatalok, youtuberek, különböző bloggerek, és az online élőadások mellett ugye van egy komment szekció, ami... Nem ugyanaz. Mondok egy példát. Nekem volt egy rádióműsorom a 80-as években, és az utazásról volt szó. Nem volt internet, nem volt semmi. Volt egy srác, aki teljesen kuka volt. Majd azzal hozott mindennyiunkat ki a sodrunkból, egészen zseniális mondatot mondott, mert hogy arról volt szó, hogy mennyire jó utazni, és ő azt mondta, hogy ő leszarja mi élményeinket, ő fejben utazik. És ott olyan élményei vannak, amilyen élményeink nekünk soha nem lesz. Ez az internet. A fejben utazás. Mégis valahogy az interneten kötött ki ön is. Kényszerűségből. Ez kényszerűség? Mm. Olyan fajta kényszerűség, hogy nem volt kedve hadakozni a frekvenciákért, vagy lehetősége? Biztos, hogy maradi voltam, és vagyok a kapaszkodásommal így a tévéhez és a rádióhoz minimálisan se bántam meg. Mert az internetes tér tényleg nem bizonyult elviselhetetlennek. Előtte kurvára féltem. Nyilván egy olyan csatorna, ami konfrontálódik, az azért visszajön. De téged személyesen ezek rosszul érintenek? Nem. Én nem szórakoztatnak. De én szeretek reagálni, és mondjuk ezt hiányolom itthon, hogy rengetegen így elzárkoznak, hogy valami kritika az utálkozás. És akkor attól így elzárom magam. Pedig szerintem egy érdekes dolog, rólam már csináltak videót, amiben megpróbáltak lekaraktert gyilkolni, hogy arra akkor élőben megnézem, és akkor nézzük, hogy akasztják-e a hóhért. De hogyha rendben vagy magaddal, meg a tartalmaddal, akkor nem kell annyira félni attól, hogy valaki megkritizálja. Akkor nézzünk erre egy példát, mert a műsor formátumának a része az, hogy téged dolgoztatunk, és azt csináltatjuk most veled, amit egyébként amúgy is csinálsz. Úgyhogy próbáljuk ezt ki. Jó estét, illetőleg jó éjszakát, valakinek jó reggelt, annak függvényében, hogy ki mikor látja a messziről jött embert. A messziről jött ember én vagyok, Fiala János, de ebben a pillanatban el is vesztettem a nevemet, és én vagyok a négyeske. Anfield új klipjéről lesz szó. Anfield, mi a címe? Hülye vagy te? Legtöbb magyar youtuber eddig sem menne el, de ő megemlítette, hogy rengeteg fiatal külföldre vándorol. Volt egy ilyen mondat. Nagyon miért nem mentünk bele, hogy miért, és hogy minden megoldás, meg hogy ez csak így oda volt vetve. Én azt nem értem, hogy miért vannak benne vágások. Ez egy ilyen formanyelvi eszköz egyébként, hogy... De én így vezetek műsort. Vágások nélkül. Én azt mondanám, hogy az az igazi, miközben megvalósíthatatlan, csinálja azt meg élőben. Lehetetlen, tudom. De én mégis ezt mondom. Szerintem egyik nem is ez, hogy lehetetlen, de ja, hogy a ilyen ritmusban beszélést. De nem. Nem. A kereskedelmi televíziós, inkább a kereskedelmi rádiós nyelv, az olyan természetellenes. Én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ne beszéljek kereskedelmi rádiós nyelvet, amit egyébként mindenki beszél. A Sebestyén Balázs, a Jáksó, a Rákóczi Feri, a Bocskor, mindenki. És azt is mondom, hogy bármi, tehát hogy az asszociatív, nekünk a Friderikusszal volt műsorunk, az például vágott műsor volt, de az arról szólt, hogy kinek minden jut az eszébe. Tehát az ember ezt egyébként meg tudja csinálni úgy is, hogy ül valahol, és ezt a rengeteg dolgot egymás mellé helyezi, vágás nélkül. Ön egy új telefonáló? Igen, üdvözlöm. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Gáspár Orsolya vagyok. Csukló. Hogyha értelmiségének számítok két diplomámmal, aki most szakmunkás iskolába nem járok. Tudom, nem merem megállítani most így. Csúnyán nézett vagy? Nem. Jó, csak most akkor megvan, hogy végre kire kell reagálnom, ezt feldolgozom. Amúgy
én nekem ismerős, és láttam is, de mostanában nem nagyon láttam tévében. Vagy van most is műsora? Tévében most nincsen. Uh-huh. Van, aki a Kejfej Jancsi című rádióműsor, ami most már tulajdonképpen podcast. Igen? És az történik, azt csinálja most. Ez fiatalos tévé, nem? Egyszerűen annyira fiatalos, bárcsak én tudnák ilyen fiatalosan szólni a fiatalokhoz. Jönnek. Mit mondod? Én? Tudnék ilyen fiatalosan szólni a fiatalokhoz. Nézzük meg is. Licsem? Ez fiatalos tévé, nem? Egyszerűen annyira fiatalos, bárcsak én tudnák ilyen fiatalosan szólni a fiatalokhoz. Kérdés. Rá kell-e szólnia, vagy sem? Én egy olyan generáció vagyok, aki őt például ez alapján le tudná írni, miközben a mai generáció már nem ilyen. Nem azt mondta, hogy tudnék. Azt mondta, tudnák. Így van. És, de ön is azt mondta, hogy tudnék. Automatikusan a védelmébe vette, és ez a kettőnk, tehát én azzal áltatom magam, hogy én, nekem van ahhoz tehetségem, de még egyszer nem szeretnék antipatikusabb lenni a kelleténél, hogy ráteszem a fülemet a sírre, és azt mondom, hogy 40 kilométerre egy 5 kocsiból álló szerelvény jön, aminek az utolsó kocsijában egy asszony vajudik, aki 36 éves. Megjön a vonat, és kiderül, hogy 34, de az összes többi stimmel. De az például egy fontos dolog, hogy ön védelmébe vette, miközben lehet, hogy nem ez a legjobb szó. Én azért mondtam, tudnék, hogy tudnák helyet, mert... Azon túl, hogy igen, magyartalan, igen, érdekes kérdés az, hogy ilyenkor az ember leírja-e azt, aki éppen beszél, vagy tovább hallgatja. A nézői elfogadják. És a mondani valója az úgy jön át, hogy nem akadnak fent azon, hogy helyes a leorakozás, helyes a betűrend, stb. Szóval, hogy azért próbáltam elmismásolni, hogy hát, hogyha az a kérdés, hogy mi az, amit ironizál tulajdonképpen itt ebbe a... Jó, én nem ismer őt annyira, hogy tudnám, hogy ő mit akar átadni. Tehát abból, amit én eddig láttam, abból, és erre mondtam, hogy kevés lesz ehhez. Tehát ahhoz egy környezettanulmány lenne szükséges. Egyetlen egy kérdésem lenne. Mi a véleményük a szabadkőművesekről? Hát az előző kérdésre egyáltalán nem tudtam válaszolni, erre meg azt mondom, hogy passz. A szabadkőművesekről? Jó, hát tök jó, hogy régen még ilyenek voltak, most meg már sokkal durvább dolgok mennek, a vírus tagadók, a fogorvos tagadó, a pszichológus tagadó. Visszasírom ezt. Ezek voltak a legnagyobb összeesküvés elméletek. Ez nekem új, szóval én tudok vírus tagadókról, oltás tagadókról, ugye, mint tudjuk, van a MEA, aki fogorvos tagadó, de ezért szintén már pszichológusokon is kacorászunk. A pszichológus. Hát ez hogy tudja ez a csatorna folyamatosan alulmúlni önmagát? És ez nem mindenki neve, nincs valaki, megteszem, ahogy el van várva, de azt tudom mondani, hogy biztos nekem is volt ilyen periódusom, pontosabban mondva, otthon a széken könnyen lehet, hogy így viselkednék, de azt nem adnám le youtuberként. Ugye én azt tanultam a bölcsészkaron, Poszler tanárútól, hogy nem árt, hogyha a diákságot befolyásolja a téma ismerete. Magyarul, én a Pesti TV-t, az nekem nem egy hozzám közel álló csatorna, de egy ilyen összeállítás, és ez gyerekkorom óta van így. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki így csinál a Pesti TV-nek, abban a pillanatban elkezdem a Pesti TV-t védeni. Nekem volt egy vita estem, a Volt Fesztiválon, ahol a Superman vitatkozott a Jeszenszkivel, ez kurva régen volt. És annyira fölényes, és annyira nagyképű volt a Superman, hogy egyszer csak automatikusan a Jeszenszkit kezdtem el pártfogolni, és a vitából is ő jött jól ki. Amit megszól a Pesti TV-ben, ő ekkora, a Pesti TV ekkora. Ő előtte és utána is lesz. A Pesti TV nem tud visszaszólni. Nem tud visszaszólni, vissza is szól egyébként. Hát nem tud visszaszólni, mert az egy rögzített anyag, ő pedig itt kívülről beszél. Ez igaz, de... Ezt az én koromban, miközben nekem sose volt a szavamjárás, a fikázásnak neveztük, sokan gerjedtek a fikázásra,
Talán volt egy rövid periódusom, nincs összefüggésben az internettel. Ön szerint hol válik el a fikázás és a kritika? A téma ismeretére. És honnan tudjuk azt, hogy ismeri-e a témát a kritikus? Hogy nem felszíni jelenségekre reagál. Aha. És arra tudom, hogy te miért nem szeretettel kritizálod az embereket. Szóval ezt, amit te elmondtál, ezt el lehet mondani úgy is, hogy az ember azt mondja, hogy hát van ebben igazság, ezen elgondolkodom, és miközben elismerem ezeknek az embereknek a képességét, azt mondom, hogy hát igen, amit az Arató mond, abban is van igazság. Ehhez képest te ajtótól rontasz a háznak, vagy ajtóstól, és mindezt azért mondom, mert nem érdemes itt vagdalkozni. Elvégre nincs olyan hosszú időnk, hogy most egyenként végig szálazzuk ezen emberekkel való kapcsolatodat. De te azt mondod, hogy szeretned, hogy szeressenek. Ez érdekes, amit mond. Én erre próbáltam figyelni, hogy nyilván azért néha át lehet csúszni, de hogy így próbáltam a személyeskedést kerülni, ami nyilván egy csomóan azért néznek kritikát, hogy áj, legyen egy kis vérengzés, legyen egy kis balhé, azok mindig mennek az interneten a balhé. Lehet úgy is kritikát megfogalmazni, hogy akár nem felejted el azt, hogy ezt akár az is megnézheti, akiről kritikát fogalmaz meg. Meg azt is fontosnak találtam, hogy mindig megpróbálom megtalálni a jó dolgokat akkor is, hogyha nagyon keresni kell, de hogy így rákényszerítem magam, hogy legalább valami jót ki tudjak emelni. Nyilván, ha már nem tudok semmit, ez már akkor már mindegy, de adni mindig sokkal könnyebb a kritikát, mint fogadni. Van nála egyébként bármi olyan vörös vonal, ami alatt azt mondod, hogy ha ezen a szinten, ennél a szintén lentebb van, akkor az már nem fog konstruktív kritikát kapni? Van, amiről szerintem már nem érdemes beszélni, szóval vagyis nem gondolom, hogy nekem arról kritikát kéne megfogalmazni. Ilyen nagyon trash emberekről, akik arról híresek, hogy ők azt se tudják, hol vannak, láthatóan kb. Értelmi fogyatékosok, és kihasználják őket. Ott nem gondolom, hogy nekem erről videót kéne csinálni, hogy ez rossz. Hát jó, igen. Van egy szint, ahol nem nagyon lehet értelmes dolgokat hozzátenni, mert minden, például egy Berkinél nem feltétlen a világ megfejtése lesz a cél, hanem az inkább az, hanem akkor a szórakoztató jellege, ami jó lehet. Mm-hmm. Szóval és azt szeretik is az emberek, meg néha jó elengedni magad, hogy na jó, akkor most itt tudom, hogy nagyon mellé lőni nem lehet, de úgy hülledezni rajta. És ön hogyan fogalmaz meg kritikát, amikor kritikát fogalmaz meg? A kritika alatt egyébként értem a véleményt is, mert talán azonos tőről fakad a kettő. És azért az nem idegen a műsoraitól. Feszélyez az, amiről beszélünk. Tehát velem is előfordulhat ilyen, pont ilyen már nem. Tehát ezen a periódusomban én már túl vagyok. De ha az a kérdés, hogy elkövettek-e ma is ilyen hibát, akkor azt tudom mondani, hogy igyekszem mindent a kontextusában ábrázolni, 3D-ben, időben, térben, szagokkal elhelyezni, akkor is ha nagyon macerás. Ő például utálja a Pesti TV-t, és cikizi, holott ennélkül a bejátszás nélkül is elmondhatná, hogy mi bajja van velük. Mondok egy példát, én ezzel a társasággal többször voltam együtt. Minden egyes alkalommal beszélgettem velük, én ismerem a Huth Gergelyt olyannak, amikor nem ilyen. De igen, ezt mondja, hogy az ember a lényeg, és az ember az teljesen más, mint a produktuma, mint a kvázi film, ami egy tévéműsor, amit ki... Mondok egy egyszerű példát, én most írtam a 168 órának, mert most megint elkezdtem írni. Én azt kérdeztem, hogy vajon Kövér László a pulpitostól bolondul meg, vagy anélkül is bolond? Én azt gondolom, hogy Kövér László nem a pulpitustól bolondul meg, de a maga a pulpitus, azt már a politika az elismeréseképpen az ő tevékenységének adta oda. Ha nem lett volna politikus, nem tudom, hogy ilyen lett volna-e. Vannak emberek, akik egész egyszerűen elkezdenek egészen másféleképpen viselkedni bizonyos közegben, és az lehet a média, épp úgy, mint a politika. Én meglátom azt a pillanatot, amikor átlényegülnek, és azt kérdezem tőlük, ha megszólíthatók, elnézést, mi történik most éppen?
De miért érdekes egyébként az, hogy ők civilben milyenek? Hiszen az a találkozás, amikor megtörténik ez a kérdés, hogy bocsánat, itt most mi történt? Miért változtatta meg önmagát ez az illető? Az két emberre tartozik. Önre, és aki jönnel szembe van, de az ország nagy része az nem ezt látja, az egy média élményt lát, az egy filmet néz. Igen, de a helyzet az, hogy én mindenkit meg akarok oldani, akkor is, hogyha ő ezt nem akarja. Tehát mindenkinek a klújára kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok mindenkinek a mozgatórugójára. És ha azt kérdezi, hogy ez miért van, ez is nyilvánvalóan a gyerekkorommal volt összefüggésben. Olyan barátokat választottam, akik nálam különbek voltak, vagy különbeknek látszottak, mert én nem éreztem magamat érdekesnek, és próbáltam olyan lenni, mint ők, és aztán elkezdtem arra rájönni, hogy bennem is van olyan, ami érdekes lehet, de az a vágyam, hogy megismerjek embereket, akik mások, mint én, és rájöjjek a mozgatórugójukra, nem szűnt meg létezni. Most ez egy hipotézis, de hogy azt mondja, hogy ő ismeri őket. Itt ugye ércelődnek azon, hogy a pszichológia, meg a pszichológus, ez egy milyen banális kamuszakma. Feltételezem, lehet, hogy árnyaltabb véleményük volna civilben. Többször visszatértünk már a pszichológiára, mint olyanra, és azt gondolom, hogy ön valószínűleg sokat köszönhet ennek a szakmának, ennek a tudománynak. Mit gondol akkor, amikor azt látja, hogy a média jelenség azoknak az embereknek, akik esetleg civilben jófejek, a média termékük, az konkrétan egy ilyen dolgot gyalált, és sokkal több. Nagyon egyszerű a válasz. Ha azokat a fiúkat szétválasztja, mint az iskolában, amikor azt mondják, hogy én szétültetem őket. Egyszer csak szétültetve elkezdenek másféleképpen viselkedni. Ez ilyen egyszerű. Együtt meg ilyenek. Együtt azt gondolják a Jeszenszkivel, hogy azért, mert sokan beszélnek és hangosak, attól ők erősebbek. Ilyen egyszerű. Az, hogy valaki konfliktuózus alkat, annak csak akkor van jelentősége, hogyha én öncélban ebben most leöntelek. Ha a konfliktuózusság abban áll, hogy mi összekülönbözünk, de az ember azt követően úgy viselkedik, hogy nem a sérelmétől teszi függővé a következő megnyilvánulását, ami egyébként Magyarországon 10-es skálán nagyjából 3-as gyakoriságú, akkor azt az ember szóvá teszi. Amúgy ez jó, amit mond. Most azt hittem olyan ember jön, akit majd jól, nem tudom, de ez tetszik, mert én is azt veszem észre, hogy nagyon magukra veszik az emberek a kritikát, szóval mint hogyha az anyját szidnám. De nyilván értem, de hát akinek ez a munkája, és annak valahogy meg kell tanulni azt, hogy néha ellenmondanak, és itt jön be, hogy akkor te irigy vagy könnyebb a nagyobbat, vagy csak fel akarsz mászni a hátán, hogyha nagyobb, meg kisebbről kritizálsz, akkor csak könnyebb a kisebbbe, mindenre megvan már, és nem értem, hogy miért ennyire hisztisek az emberek, mint hogyha valahogy én is azt érzem, hogy itt van az interneten, kevesen viselik jól a kritikát. Egyetértem ezzel, hogy ez egy ilyen magyar dolog? Hogy Magyarországon az emberek valahogy hisztérikusabban reagálnak a kritikára? Egyrészt hadd mondjam, hogy ez egy másik ember volt, mint aki vágba volt. Ez az ember egy az egyben meg van véve. Én holnap, ha rajtam volna, azt kérdezném, hogy hogyan tudnánk együtt dolgozni. Amikor én ezt az egészet elkezdtem, az egyik legfantasztikusabb dolog az volt, hogy ön, ha jó benyomást keltett bennem, akkor azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnánk mi együtt dolgozni. Nekem a munkám az bizonyos szempontból maga volt az ismerkedés. Ami pedig a kérdést illeti, az egy alapvető kérdés. Én a szüleimről azt gondoltam, hogy ez egy olyan sértett nemzedék, amilyen sértett nemzedék nem... Én nem létezik, hogy én egy más sértett nemzedéknek legyek a tagja, hogy Magyarországon miért követik egymást sértett nemzedékek, miközben senki se sértettként születik, erre nem tudom a választ. Viszont promót szerettünk volna neked csinálni, szeptember 3-ától újra a Spirit FM-en és az ATV Spiriten megy. Honnan gondolod, hogy nem én csinálok neked promót? Teljesen igazad van, de az információt mindenképpen át akartam adni a műsoroddal. A gyerekek a fialával beszélgetni, az interjút készíteni, de tényleg. Na, én sokszor értem úgy a fialával, hogy nem szabad ki a kocsiba. Megváltoztál, vagy ugyanaz lesz a műsorodban, mint ami eddig volt az elmúlt 30 évben. Ez ilyen média hack? Hát nem konkrétan média hack, de úgy látszik, hogy annyira nem akaratott lenni.
Egy kicsit játszott velük. És ezt amúgy megértem, mert annyira ez a tipikus műsor, ami nagyon távol áll tőlem, szóval ilyen nagyon szigorú, nagyon ilyen karótnyelt, rövid, szóval semmi érdekes dolog nem jutnak el, csak bepromózzák azt, amit be kell promózni. A reggeli műsorokra hasonlít, csak most itt más a díszlet. Ugye a reggeli műsorokba lehet elmenni, ha jól hallottam, volt egy csávó, aki ilyen csajozást tanít, meg ex-visszahódítást, és nagyon sok reggeli műsor volt kitéve a honlapjára, mint a referencia, de közben mondták, hogy a reggeli műsorokba fizetni lehet, hogy elmenjél, hogy te fizetsz, hogy elmész, és akkor utána azt kirakhatod, hogy te még itt is, meg itt is szakértettél egy reggeli műsorban, szóval ebből élnek ezek szerint a reggeli műsorban, amit ki a franc nézi. Csinálnál úgy műsort, hogyha azt mondja a vendég, hogy itt van egy összeg, csinálj velem műsort. Ez elcseszni az egészet, nem? Most én megválogatom, nem mint olyan sok promócióm lenne, szerintem fél éve nem volt, de akkor is nagyon háklis vagyok rá, hogy meg szeretném válogatni, hogy valahogy oda kell illenie, valami plusz hozzáadni, ha más nem, akkor legalább valami nagyobb költségvetést, amivel valami még jobb dolgot ki tudok hozni. Úgyhogy nem annyira tetszene ez. De ugye arra célsz, hogy akkor tulajdonképpen ha a szerkesztői szabadság goddal összehangolható, akkor igen, alapvetően nem egy ördögtől való dolog az, hogy fizetett vendégek, vagy fizetett témák. Fizetett vendégek. Ez olyan, mint a fizetnek, hogy kritikát csináljak róla. Azzal valószínűleg valahol a lényege veszne el ennek az egésznek, és a hitelessége nekem. Fiala, ő egyébként... Ő több ilyen alkuban volt benne, több ilyen szerződése volt különböző interjú alanyokkal, hogy heti megjelenést biztosít nekik a rádió műsorában. Adott esetben politikusoknak is bérelt helyük van. De hogy ő például ezt a modellt választotta arra, hogy vigye a saját műsorát. Jött 2019-ben egy újabb balhé, amikor Ács Dániel megírta azt, hogy ön hogyan állt szerződésben különböző önkormányzatokkal. Ami a 444.hu-t illeti, hát az szintisztán irigységről szólt, az nem szólt másról. Ők sose voltak kíváncsiak rám, és amit csináltam, ők elítélték azt a jelenséget, amit én képviseltem a számukra, én pedig nagyon nehezen, de tudomásul vettem. A jelenség alatt az ön karakterét érti, vagy a finanszírozási formáját? Hát a finanszírozás módja, tehát én nem tudom, mennyit keresnek a 444-nél, nem is érdekel. Én nem kaptam fizetést 2004 óta, és meg kellett állnom a saját lábamon, később tartásdíjat kellett fizetnem, később munkatársakat kellett fizetnem, és én ezt a módját találtam, és nem is csináltam belőle titkot. Ezen kívül hallgatóságom volt, akik emiatt nem ítéltek meg. Arról van szó, hogy a 444-ben volt valami, ami bökte a csőrüket az én tevékenységem kapcsán, és ezt találták meg. Ennél kicsinyesebb támadási felületet, ez egy echte magyaros tempó. Semmi gond. Szívemre vettem. Nagyon. Az Ács Dánielről nem gondolok semmit, mert nem ismerem. Az Új Péterről nem feltételeztem ezt. És csak kacagtam, amikor az Új Péterről lehozta a Pesti TV, vagy a Pesti srácok, ugye azt a levelezést, amiben ők zsidózáson érték, és Szarvas Szilveszter elől ugyanúgy futott az Ács Dániel, ahogy az Ács Dániel elől futott más. Engem ilyen szituációban soha nem látott. Ugyanazt az őt mondta, mint ami most ott van a Bácskaival, aki nekem egyébként riportalanyom volt, mert szerződéses kapcsolatban voltam a Ferencvárossal. Most egyébként szerződésben állsz Zuglóval? Igen, ismét. Én mindenben transzparens voltam. Én ma úgy beszélgettem Baranyi Krisztinával, hogy közben Baranyi Krisztiná X alkalommal szenvedhette el azt, hogy én együttműködtem Bácska Jánossal, és ezt a dolgot valamilyen módon mégis tető alá tudtuk hozni, hogy együtt tudjunk ma úgy működni, hogy beszélgessünk. Ez alapvetően emberi kvalitás kell. Most nemrég volt egy megkeresésem, hogy egy ilyen kvázi vírus videó, ami marketing célból készült, azt kritizáljam meg. Ez nem jött eszembe, nem tudom mi miatt, de mondtam, hogy rendben, megnézem, de utána szeretnék
Szóval utána én azt gondoltam, hogy akkor beszélek arról a témáról, hogy miért csinálnak ilyen, vagy hogy alakult ki ez a kultúra, hogy próbálnak direkt trash videót csinálni marketingesek, hogy az jobban elterjedjen, és erről a jelenségről csinálnék akkor videót, hogy gyakorlatilag arról, hogy ők egy marketingügynökség még fizet is azért, hogy más meg nem tetszett nekik a koncepció szerintem. Ez mondjuk egy ilyen így érdekes lett volna kihozni, hogy valahol fizetnek azért, hogy leleplezd őket, de nem fizettek. Én mindent a munkámmal értem el. Én a munkámmal csajoztam, a munkámnak köszönhettem az első feleségemet, akitől a gyerekem lett. Én mindent a munkámnak köszönhettem, és hát ezt nem biztos, hogy jól csináltam. A munkám következtében vagyok itt. Mindenki a munkám kapcsán tart számon, és számon vagyok tartva. Én egész életemben számon szerettem volna tartva lenni, hiszen az Apácaiban én voltam a negyedik. Abban, amit megcsinálok, abban én vagyok az első. Nem a legvidámabb végszó, de muszáj ezt megtennem annak, mert viszont tartalmas, és köszönöm, hogy ilyen őszintén. Mindig sok vagyok. Nem mondanám, hogy sok lett. De soha. Talán kicsit patetikus, de nem mondom, hogy nem, sok vagyok. Patetikus, kevésbé sok vagyok. Ez volt a Monoszkóp. Nem csak mára, de erre az évadra. Én és minden kollégám nagyon szeretnénk megköszönni a figyelmeteket egész eddig, és hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, ugyanis jövőre ősztől új adásokkal és kicsit más témákkal készülünk. Emellett lesznek nyári adások, ott Partizán Infokban találkozhatunk még. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és hogyha tehetitek, szálljatok be a finanszírozásunkba, ehhez minden linket megtaláltok a leírásba. Emellett tudjátok, várjátok a Facebookon a Partizán Társalgó nevű csoportunk, illetve van Instagramunk is, és fent vagyunk a legtöbb podcast platformon. Úgyhogy ősszel találkozunk, sziasztok!